Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Miről is lesz szó? Ha arról van szó, hogy kereszténység, ezt a szót legtöbb ember egy jelzőnek érzi. És ezt a jelzőt nagyon sokszor használják, keresztény Európa, használtuk, hogy keresztény Magyarország, keresztény város, keresztény párt, és hadd ne soroljam, még minden illetlen dologra is szokták azt mondani, hogy keresztény. Pedig ennek a szónak egy nagyon fontos jelentése van. Jézus nem vallást alapított, hanem Jézus Krisztus egy életformát alapított, és ennek az életformának a követői lennének a keresztények. Feltételes módban mondtam, mert a kereszténység a története során mindig egy megpróbáltatáson keresztül menő társaság, egyház, csoport, közösség volt. És éppen ezért nagyon fontos lenne tisztázni azt, hogy hogy is beszélünk mi a kereszténységről, és én egy különleges dolgot választottam. Ebben a sorozatban én nem azt fogom keresni, hogy ennek a keresztény egyháznak ebbe van igaza, annak meg abba, ennek meg ebben nincs igaza, ebben meg abba. Tudnilik, ez egy teológiai megközelítés lenne, hanem egy alapvető különbségre szeretnék a bevezetőbe ráutalni, és ez magyarázza meg ennek az egész sorozatnak az értelmét. Van két fogalom, amit nem tisztán használunk egészen, és ebből bizonyos zűrzavar támad. Legtöbb bajunk, mindenben így van ez, abból származik, hogy a fogalmakat nem tisztázzuk. A két fogalom az a hit és a vallás. Nagyon sok ember azt mondja, hogy én csak hiszek. Ez óriási baj. Az emberek másik csoportja pedig azt mondja, nekem meg vallásom van. Ez is nagy baj. Tudnilik. A hit és a vallás az nem párhuzamos fogalom, hanem egymásra merőleges fogalom. Ha én most ezt felrajzolnám a táblára, nem fogom, mert nem érdemes, akkor egy egyenes vonalat húznék, és azt mondanám, hogy ezen az egyenes vonalon élünk mi emberek. És ez a mi látható világunk. Felettünk van valaki. Sok ember azt mondja, hogy valami. Például azt mondja, hogy eszme. Vagy azt mondja, hogy nemzet. Vagy azt mondja, hogy szóval valamilyen fogalom, amire egy ember ráteszi az életét. És a gyakorlati világgal egy nagyon érdekes megismerési forma a hit köti össze ezt az eszmét. Ezért erre az egyenesre a hit merőleges. Úgy is lehet ezt mondani és jobban megérteni, hogy ha én meg akarom határozni ezt a fogalmat, hogy ember, akkor mondhatom azt, hogy homo sapiens, és akkor egy biológiai lényt jelent, nem? Az ember az a valaki, akinek két füle közé szorult a feje, a többi ilyen-ilyen szervei vannak, most csak humorosan próbálom mondani ezt. Mert az ember maradéktalanul materiális lény. Letagadhatatlanul materiális lények vagyunk, és az ember materialitását igenis nagyon komolyan kell venni. Ha én egészségtelenül élek, ennek megfizetem az árát. Ha nekem, ha fáj a fogam, akkor egészen biztosan magasrötű gondolatok nem jutnak az eszembe, legfeljebb adni, hogy jaj, el kellene menni a fogorvoshoz, vagy hogy hol van egy fájdalomcsillapító, amit gyorsan bekaphatok. Ugyanakkor az ember nem csak materiális lény. Nem csak az, attól ember az ember, hogy minden szippantás levegővel, minden falat kenyérrel, minden korty vízzel, beleépülünk abba a nagy biológiai rendbe, amit világnak hívunk. Hanem az ember szociális lény is. Szoktam mondani, sokszor mondtam már a korábbi előadásokon, hogy egy ember önmagában nem ember. Az ember, ez a fogalom, hogy ember, emberség,
Ez feltételez közösségeket, különböző egymásba gyűrűző közösségeket. Tehát az ember, elnézést kérek, nem csak materiális közösségben él a világgal, hanem van egy szociális közösség, amiben benne élünk. Tehát van egy materiális tér, amiben élünk, és van egy szociális tér, amiben élünk. A materiális térrel is kommunikálunk, hogy ezzel a modern szóval éljek, ez az anyagcserénk például. De a szociális térrel is állandóan kommunikálunk, ez a beszéd, ez az anyanyelv, most a legszélesebb értelembe véve az anyanyelvet, ebbe a gesztusnyelvtől a szokásainkig mindent beleértve, tehát kulturális anyanyelvre gondolok, az ember beleépül ebbe. Mi azt mondjuk, hogy magyarok vagyunk, van magyarságunk, sőt, bizonyára van önöknek kecskemétiségük is, és legyenek rá büszkék is, mert egy közösségben vagyunk, ahogy egy családunk, és a családunkra is büszkék vagyunk, vagy vannak különböző szervezetek, amikben vagyunk, többek között egyházak is, amikben vagyunk, amelyek szociológiai közösségek. Na de, ezeket még mindig, ha megvizsgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy van sok minden olyan, ami ebből kimarad, mert egy harmadik erőtérbe is benne él az ember. És ez a harmadik erőteret úgy hívhatjuk, hogy egy spirituális erőtérbe is benne élünk, nem? Érzünk, megérzünk, szeretünk. Valaki van a fejünk fölött. Vannak értékeink. Ezek nem férnek bele se a szociális erőtérbe, se a materiálisba. Hogy lehet materiálisan meghatározni, hogy Arany János Vörös Lébék című verse, hogy hirtelen mondjak egy valami nagyon szép verset, az miért szép? Ez nem lehet se materiálisan, se szociológiai fogalmakkal megmagyarázni. És ebbe a spirituális térbe benne van, ami egész hitünk is. Mindaz, amit erkölcsileg értékesnek tartunk, mindazt, amit hitnek tartunk. Na most mi keresztények azt mondjuk, hogy Istenről nem lenne semmiféle tudomásunk, ez az Isten be nem lépett volna a téri idői világba, és ott el nem kezdett volna cselekedni. Tudni, hogy a végtelenhez nem tudunk hozzászólni. A végtelenhez mi semmiféle kapaszkodót nem találunk a mi véges életünkben. Mi téri, idői lények vagyunk. Isten pedig tértől és időtől függetlenül van. Hogy róla tudomást szerezzek, ezért az Isten belépett a téri, idői világba, és ezt a belépést úgy hívjuk, hogy kinyilatkoztatás. Erre épül fel minden keresztény felekezet. Na de! A kereszténység a teljes ember vallása. És ezt az egzisztenciális élményt, amit átélünk az Istennel való kapcsolatban, hitben, ezt mindig időbe, tér és időhöz kötött formában valljuk meg. Mondok én erre több példát. Ugye azt mondja az Új Szövetség, hogy Ábrahám a hívők atya. Ábrahám hitét az Új Szövetség, a Galáciai Levél, a Római Levél nagyon sokszor úgy emlegeti, mint a példát arra, hogy hogy kell igazán hinni, hogy kell igazán járni. Na de, ezek szerint mi Ábrahám hitét élhetjük, de vajon azok között a kulturális körülmények között éljük Ábrahám hitét, ahogyan annak idején Ábrahám gyakorolta ezt? Tehát kimegyek itt Kecskemétre, mondjuk a Szánkódombra, fogok egy kecskét, és akkor levágom, és feláldozom az Úrnak. Mindenki azt mondja, hogy gyagya vagyok akkor. És teljesen jogosan. Tehát Ábrahám hitét más kulturális kontextusba, kulturális összefüggésbe vallom meg. És éppen ezért a kereszténység nem valami egyformaságnak a követése, egy változhatatlan vasbeton szerkezet, mert a vasbeton szerkezeteknek az a baja, hogy életidegenek. Az életnek a változás az alapja, nem? Ha valami nem változik, az nem él.
A műanyag gyep az nem nő soha, nem is kell kaszálni. De hogyha a természetes gyep nem nő, akkor előbb vagy utóbb kisül, nem marad olyan állapotban. Minden változik. Ez az életnek a tulajdonsága. És hogyha én élő hitű keresztény vagyok, tehát a hitemhez hozzátartozik az élet, akkor ez ki van téve a változásoknak. És éppen ezért én ebben a sorozatban nem a hit oldaláról fogom nézni a vallás felekezeteket, hanem azt fogom nézni, hogy a történelemben, a jelenben, hogy jelentkezik a hit, hogy élem meg a hitem ma, itt és most. Hogy kell ezt megélnem? És éppen ezért én nem teológiai eszközökkel fogok dolgozni, hanem egy más tudománynak az eszközével, ezt úgy hívják, hogy vallástudomány. A vallástudomány ez tulajdonképpen nem más, mint annak az empirikus, tehát tapasztalati megismerése, hogy egy adott korban, legyen ez ma, vagy 500 évvel ezelőtt, egy adott korban, egy adott társadalmi helyzetbe élő ember, legyen ez a mai kecskeméti polgár, vagy legyen ez a reformáció korabeli Németország polgára, vagy legyen ez Anglia polgára a 16. században. Hogy éli meg a hitét? Tehát az Istennel való egzisztenciális hitbeli kapcsolatát. És hogy lesz ebből gyakorlat? Mert a kereszténységnek ez egy nagyon izgalmas szelete. Ezt gyakorlati eszközökkel lehet vizsgálni, nem? Meg kell vizsgálni a társadalomtudomány eszközeivel, és azokkal a tudományos eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak, hogy hogyan éljük meg a hitünket egy adott korban. Mert azt is lehet nézni, hogy mit tanít a kereszténység. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Azt is lehet nézni, hogy milyen utat jár be a kereszténység a történelembe. Lehetne vallástörténeti szempontból nézni a kereszténységet. Vagy lehet nézni azt, hogy a kereszténységet intézménytörténeti szempontból nézem meg, hogy van az egyház, mint intézmény, az most mit csinál? Kik a püspökök, kik a pápák, kik a helyi plébánosok, és hány híve van az egyháznak, milyen társadalmi osztályokból jön az egyház, ezt lehet vallásszociológiai szempontból, történeti szempontból nézni, meg lehet vizsgálni a népi vallásosságot, ez is egy kutatási terület. Ezek vallástudományi eszközök. De nézzük meg most azt, hogy a vallás, tehát a hitnek a gyakorlati megvallása, az hogyan történik, milyen törvényszerűségei vannak. Mert ha ezt meglátjuk, akkor egy kicsit jobban ráébredünk, hogy mi is az, hogy kereszténység. Meggyőződésem az, hogy a mai életben, ha megnézzük a vallásoknak a szerepét, akkor van egy óriási nagy, egy bibliai szót hadd mondjak, tohuvabohu. Ezt ugye arra szoktam mondani, össze-visszaságban. Tudnilik. Egy hasonlattal hadd mondjam, egy kollégám, egy filozófus kollégám most volt 70 éves, és tiszteletére írtunk egy kötetet, és egy tanulmányt írtam erről éppen, és egy példál jutott az eszembe. Vegyük úgy, hogy a társadalom egy szép hintó. De ebben a társadalom hintójában hol vannak az egyházak? Hol van a kereszténység? A kereszténység a ló? A kerekek? A lószerszám? Ül a bakon, ő a kocsis? Vagy ő az istránk? Vagy ő ül a hintóba, és egy karbantett kézzel néz kifelé az ablakon? Gondoljuk egy ilyen régi hintóra. Ugye ez egy vitatott valami. És amiért van egy érdekes jelenség, nézzék meg az elmúlt 15 évet. Az elmúlt 15 évben, ha egyházi embereket hallunk, akkor mindig arról panaszkodnak, hogy kevés szerepe van az egyháznak a mai társadalomban. Ezt majdnem minden vallásfelekezet hivatalosa elmondja. Ha viszont egy egyházon kívül élő embert nézünk, bármilyen párt, világnézet, stb., az meg azt mondja, hogy borzalmas nagy az egyházak szerepe. Hát akkor most kinek van igaza? Amikor ilyen szöges ellentétben nyilatkozunk, akkor mindig arról van szó, hogy rosszul van feltéve a kérdés.
És amilyen rosszul van feltéve a kérdés, ez pontosan az, és erre kellene nagyon figyelni, hogy vajon tudjuk-e, hogy hol az egyháznak a helye? És hogyha békét akarunk, akkor kell egy társadalmi közmegegyezés arról, hogy mi is az, hogy egyház, mi is az, hogy hit, mit is jelent a hit és az egyháznak az egymás mellettisége, tehát a fogalmakkal tisztába kell lennünk. Mert ugye nagyon gyakran halljuk azt, hogy igen, az egyházat el kell választani az államtól. Ez nagyon szép dolog, és én a vallásszabadságot nagyon nagyra tartom, azt hiszem mindenki itt a teremben. De mit jelent ez, hogy el kell választani az egyházat a társadalomtól? Tudnék a hitet, az könnyű elválasztani, mert a hit az az én személyes privát ügyem. De senkinek nincs beleszólása. Én és az Isten között van egy kommunikációs kapcsolat. Ez a hit. Na de ha mi hárman már egyformát hiszünk, és elkezdünk cselekedni, abban a pillanatban ez egy társadalmi valami jelenség. Nem? Ha mi keresztények azt mondjuk, hogy most mi csinálunk valamit közösen, az már társadalmilag értékelhető valami. 1967-ben kisebb egyházaknak rám bízták, hogy megszervezzem a lelkészképzését, ez volt a Szabad Egyházak Tanácsa Lelkészképző Intézete, és akkor el kellett masíroznom az Állami Egyházügyi Hivatalba, ahol egy bölcs főelőadóval, aki korábban bőrgyári munkás volt, kellett letárgyalnom az egészet. Tehát volt néhány nagyszerű húzás, többek között nem akarta, hogy héberül tanítsunk, hiába magyarul az Ószövetség héberül van írva. Hát mi a zsidókkal most harcba állunk, mondta ő az izraeli háború ideje, tetszenek emlékezni. Aztán persze sikerült azért mégiscsak nyilvánítani úgy a dolgot, hogy bibliai nyelvek, és akkor azt mondta, na látja, ezt kell tanítani, nem a hébert. Persze ezen hébert tanítottunk, de mindegy. Nem csak ez volt a mulatságos ebbe, hanem rám parancsolt, hogy tanítsunk egyház és társadalmat. Ebben azt értett, hogy a marxizmust is tanítsuk meg a leendő lelkészetnek. Hát mondtam, rendben van, ezt meg tudjuk tenni, mert az egyházról nyilván tanítunk, meg a társadalomról nyilván tanítunk, az és nem tudom tanítani. És akkor kérdezted, miért viccelek én vele, hogy az és nem tudjuk tanítani. Mondom, azért, mert egyház nincs társadalom nélkül, és társadalom meg nincs egyház nélkül. Az és nem tudom tanítani, mert nem tudok tanítani külön a társadalomról, és külön az egyházról. És ez egy nagyon fontos dolog, higgyék el, nem csak a vicc kedvéért mondta, ez tényleg megtörtént, nem mondom meg Derék előadónak a nevét, aki már azóta halópora is alig vannak, de így volt. Csak ez egy szemléleti mód, ami maig is itt van velünk. Nem lehet az egyházról beszélni a társadalom nélkül, és a társadalomról az egyház nélkül. Mert benne élünk, és most jön itt a lényeg. A társadalmi kérdések újra és újra, ha akarjuk, ha nem. Ha elhisszük, ha nem. Betörnek az egyház közösségeibe. Most ezen lehet szörnyűködni, ó, raj, a világ betör az egyházba. Ezt el lehet mondani. Ennél csak egy rosszabb van, hogyha a világ nem tör be az egyházba. Tudnék, akkor mi van? A kereszténységnek addig van értelme, és ezt nagyon jegyezzék meg, amíg a mai ember mai kérdéseire mai választ tud adni. Abban a pillanatban, hogyha az egyház egy hagyományőrző klub lesz, abban a pillanatban, ha múzeum lesz az egyház, elkezd haldoklani. Nem lesz kovász, Jézus hasonlata szerint nem lesz só. Az egyház, mivel él, szükségszerűen változik, mondtam az el. De ez a változás, ez nem önkényes változás, hogy na most más papírruhát csinálunk.
Vagy nem más teszünk a torony gombja helyére, hanem valami más teszünk oda. Vagy most ugye másképp rendezzük be a templomot. Nem ez a változás. A változás sokkal mélyebb valami. A változás abból jön, hogy mi a megkérdezettség állapotában vagyunk. Ma a kereszténység, mint minden időben a kereszténység, a megkérdezettség állapotában van. A mai embernek 1000 kérdése van. És ha ezt nem hallja meg az egyház, hanem bedugja a fülét, és azt mondja, hogy nem törődöm a világgal, a világnak 100 bajával, majd elmúlnak a bajok, fő az, hogy én keresztény ember vagyok, ugye Petőfi az utolsó sor a szigeti, akkor az egyház meghal. Az egyház meghal. Na de, betör a világ az egyházba. Erre minden élő közösségnek háromféle reakciója van. Jön egy probléma, és először megjelenik ez intellektuális síkon. Ugye ez nagyon szép idegen szó, elmondom gyakorlatilag, hogy elkezdve gondolkodni az egyház, most akkor a ránk hagyott egyetemes krisztusi keresztény tradíció szempontjából erre a kérdésre hogy kell válaszolni, nem? El kell kezdeni tanítani arról. És ez egy nagyon fontos feladat. A régi panelek nem jók erre az új problémára, hanem más válaszokra van szükség. És az egyháznak el kell gondolkodni ezen, hogy mit mondok én a mai ember mai kérdésére. De ez csak az egyik. Ugyanakkor a mai ember mai kérdései nem biztos, hogy mindig ilyen intellektuálisan, jól körülhatárolhatóan megfogalmazandó kérdések. Nagyon sokszor az életszemléletünkből, az életmódunkból, az életstílusunkból fakadó kérdések. Nem akarom ezt mondani a fiataloknak, azért hadd mondjam már, idősebbek most dugják be egy kicsit a fölüket, hogy mi a trendi, ezt így mondják ma. Mi a divatos? Ugye? Mi a menő? Ez az. Éppen ezért, köszönöm, mert mi ketten fiatalok, ugye tartsunk össze. Szóval, mi a menő? Ezzel csak úgy lehet megbirkózni, hogyha az ember végig gondolja azt, a spirituális hátteret, azt a lelki magatartási módot, azt az életformát, amit élni kell keresztényként, Krisztus követőjeként a mindennapokban. Tehát egyrészt tanítás, másrészt egy életforma. Igen ám, csak ehhez az új felismert tanításhoz, és az újra gondolt életformához szükség van új intézményrendszerekre is. Tehát nem csak intellektuálisan és spirituálisan, hanem organizációsan is végig kell gondolni ezt az egészet. Tessék ezt végig gondolni. Hiába akarnám én azt, hogy mint egy barokkorból, 18. század közepéről fennmaradó, ünnepélyes istentiszteleteket tartsunk. És ne csak katolikus istentiszteletre tessenek gondolni. Jó öreg Tessedik Sámuel, nem messze innen Szarvason, a prédikációidról azt mondta, a rövid prédikáció az 2 órát tart. Hát ha én 2 órát prédikálnék, mindenki leesne a hótan a székről. Nem bírná ki. De a barokk korban 4-5 órás beszéd a semmi volt. Temetési prédikációk többek között voltak a kezemben, most 18. század temetési prédikációk, 1000 oldalas, egy embernek a temetésén, ennyi elhangzott. Nem csak meghalna a hallgatóság, még fel is támadna, olyan rosszul. Nem? Reggeltől estig tartott, igen. És elmentek a templomba, ott leültek, és akkor ezek a temetési prédikációk hangoztak. Na most, tehát ezek a struktúrák, hogy így mondjam,
szokásokkal körülbástyázott istentisztelet és nem istentiszteleti formák. Ezek tarthatatlanak. Felgyorsult az élet, egészen más lett. Ha én keresem a megoldást, ha én keresem az új spiritualitást, akkor előbb vagy utóbb ott van az új organizációnak a lehetősége is. Vagy a szüksége is. Megtalálom-e az új organizációs egységet? Mert a nagy kérdés az, hogy a mai ember mai kérdésére mai választ kell adni. Aki ezt nem tudja megtenni, az nagy bajban van. És most jön a fordulópont. Most jön az igazi izgalmas pont. Vajon az a közösség, és szándékosan közösséget mondok, amibe betör a mai élet, mai problémáinak a sora. Ez a közösség. Ez most ezeket az új gondolatokat hogy fogadja? Mit dönt? Mert az önti a közösség, hogy ezek az emberek, akik az újat keresik, akár intellektuálisan, akár spirituálisan, vagy akár organizációsan, ezeket el kell zavarni, és még jobban be kell deszkázni az ablakot, és csukni a kaput, akkor két folyamat indul el. Az egyik folyamat az az, hogy kezd előregedni ez a közösség. Már nem csak úgy életkor szerint, az is rendszerint bekövetkezik, hanem egyre kevésbé lesz só az ételbe. Egyre jobban beszorul a sótartóba. Egyre jobban a mindenféle ilyen közösség hagyományőrző klubbá lesz. Régi hagyományt őrzünk, mindenki azt mondja, hogy hát igen, ez jó, jó, rendben van, hát stb. Tudom, mint a mai lovasok, vannak ilyen, van egy barátom, ilyen lovag-lovas bandériumban van, és akkor elmennek a lóversenytérre, lovagolnak, és elhiszik, hogy huszárok, és ők majd megvédik az országot a lökhajtásos repülőgépek korában. Szóval szépen el lehet nosztalgiázni, de az élethez nem sok köze van, nem? A kereszténységet is ez a veszély fenyegeti. Vagy van egy másik lehetőség is. Ez a közösség felébred. Most egy nagyon furcsa szót fog mondani, reformálódik. Megújul. És átveszi ezeket a régi gondolatokat. És beépíti, és változik. Ez a változás, ez nem az a változás, hogy más lesz egészen, hanem ez a változás az, hogy a mai élet mai kérdéseire a régi alapokon ad egy mai választ, tehát megújul. A reformációról hadd mondjak egy példát, amit ez egy nyakkendő példa, ezt már azt hiszem mutattam. A régiek azok már tudnak mindent, én már nem tudok olyat mondani. Ugye ennek a nyakkendőnek van egy formája. Ha én most így összegyűröm, nincs itt a feleségem megmerem tenni, tőle kaptam, akkor ezt mit csináltam? Deformáltam, nem? Na most mi a reformáció? Leveszem és kidobom az ablakot. Ez nem reformáció, hanem a reformáció az azt jelenti, hogy visszaformálom az eredetére. Nem? Most reformáltam. Kisimítom, és megint szép nyakkendő, nem? Na most, az élet során az egyház, ha nem tud adni a mai élet mai kérdésére kellő választ, akkor deformálódik. Ezért reformálódnia kell. Vagyis át kell, hogy alakuljon, meg kell, hogy újuljon. A deformációt le kell vetkőzni, és reformációvá kell választani. Változtatni. Na most, ha ezt egy közösség nem teszi, akkor egy nagyon érdekes jelenség lesz. Rendszerint az történik, hogy a reform igényével fellépő embereket elzavarják a régiből.
és akkor új organizációk jönnek létre. Hadd mondjak erre egyháztörténeti példákat. Ez nem csak egy ilyen elméleti játék. A kereszténység soha nem akart elválni a zsidóságtól. Nézzük meg, pünkösd után hol gyülekeztek a tanítványok. Nem a zsinagógában, hanem egyenesen a templomban. Hát akkor miért mentek el a templomba? Azért, mert a főtanács elé rendelték, elűzték, bebörtönözték Pétert, stb. És végül egy üldözés támadt, elzavarták őket Jeruzsálemből. Mi volt ennek az elzavarásnak az útja és a módja? Miért történt ez? A keresztények azt mondták, hogy én egy új vallást akarok alapítani? Szó se volt róla. A kereszténységnek a Bibliája az Ószövetség volt, nem? Nem volt kész az Új Szövetség még akkor. Hanem a kereszténységnek volt, és most egy döntő szót mondok, egy reformatív felismerése. Mi volt ez a reformatív felismerés? Nagyon egyszerű, hogy Jézus a Krisztus, tehát ő a Mesiás. És több semmi. Az első keresztény hitvallás ez így hangzik, hogy Jézus Krisztus. Aztán, amikor a görögök közé került, akkor egy kicsit bővült, Úr Jézus Krisztus. Kyrios Jézus Krisztus. Kyrios az egy császári jelző volt, hogy Úr, mindenek felett Úr, Jézus Krisztus. Ennyi az egész. És ott volt a nagy kérdés az zsidóság előtt. Persze, nem ilyen egyszerű ám a dolog, mert ez csak a tanítás oldala. Emellett ott volt valami még, ami nagyon döntően esett a labba. Az első században az volt a nagy probléma, erről is beszéltünk a régebbi sorozatokban, hogy vajon a zsidóság kinyílik, és minden embert magához ölel, és akkor igaz lesz az ábrahámi ígéret, Mózes első könyve, 12. fejezet, első három vers, hogy a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Vagy pedig megmarad nemzeti vallásnak. A farizeusi teológia úgy döntött, hogy megmarad nemzeti vallásnak. Ezért egy nagyon feszült helyzet alakult ki, mert ugye, ha nézzük a hellenista városokat, Efézust, a Korintust, stb. Jeles zsinagógák vannak, van egy maroknyi zsidóság, és legalább háromszor, négyszer, de van, ahol tízszer annyi olyan istenfélő ember van, aki ugyan pogánynak született, de az Ószövetség vallását akarja követni. És a zsidóság azt mondta, nem, nyitjuk ki az ajtót, ablakot. Van egy világhelyzet, egy világ probléma, hogy a hellenista világkultúra kialakul, amiben ugye az a lényeg, hogy a szinkretizmus folytán a vallások elvesztették az erejüket, mert ha mindent összemosok a palettán, abból csak szürke lesz. Méghozzá mocsok szürke. Egyedül, amelyik etikai alapon megmaradt vallás, ez a zsidóság egyisten hite volt. És nagyon sok istenféle ember azt mondta, ez igen, ezt követni kell. Ugyanakkor nem nyílt ki a templom, nem nyílt ki a zsinagóga. Kívül maradt. Majd Jézus, jön Jézus, és azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyánk, akik megfáradtatok, megterheltettetek. Egy új spiritualitás jön. Most a zsidóság előtt ott van a nagy kérdés. Befogadom-e Jézust, vagy nem? A zsidóság úgy döntött, hogy nem. Maradt nemzeti vallás. A kereszténység pedig robbanásszerűen elkezdett nőni, nem? Létrejött egy új organizáció, létrejött egy új látás, ami az Ószövetségre épül. Az Ószövetség nélkül teljesen érthetetlen az Új Szövetség. Létrejött egy új kegyesség, új tanítás és egy új organizáció. És aztán elindul az egyház. Átlépek nagyon sokat. 16. század reformáció.
Nagy esztesenek hinő Luther találta fel a reformációt. Luther előtt jóval, például Konstanci zsinat, ugye tudjuk, Zsigmond császár életéből, Husz János, stb. Dolgából tudjuk ezt, Konstanci zsinat is reformációs zsinatnak indult. A párizsi jogtudós teológusok, azok legalább 200 évvel előtte reformációról beszéltek. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a kereszténységben valaminek kell történni, mert a hatalmi viszonyok annyira megrontották, az állam és az egyház összefonódása annyira megrontotta a kereszténységet, hogy itt különböző frakciók voltak, volt már három pápa is egyszerre, bizonytalan volt, és ez azért rossz az egyháznak, mert hogyha az egyik pápánál valakinek rosszul állt a dolga, illetve nem érte el azt, amit akart, akkor átment a másik pápához. Aztán megtért ide, és akkor megint kapott itt is valamit, meg ott is valamit. Ez a jobb felült, nekem fütyül, bal felült, nekem fütyül szituáció volt. Tehát mindenki látta, hogy itt valami reformra van szükség. Luther csak azt ismerte fel, hogy hoppá, ennek egy tanításbeli alapja van. És ez pedig a hitáltali megigazulás, hogy egyedül hitáltal Krisztusért. Szól a fidei, szól a grácia, szól a szkriptúra, ugye az írás alapján. És Luther nem akart elválni egész élete során az egyháztól. Luther úgy halt meg, hogy ő az egyház része. Őt kiátkozták, ő mégse vette ezt tudomásul. Luther azt mondta, én az egyház része vagyok. Hanem nekem az a problémám, hogy itt van az alap, Biblia, tessék, nekem bizonyítsa be valaki a Bibliából, hogy nem úgy van, amit mondok. Akkor én szívesen engedelmes vagyok. Felismerte egy reformatív felismerést, mert gondolják el, a reformációnak ez az alaptanítása, hogy egyedül hitáltal. Tudják, mit jelentett? Hogy nem kell nekem bűnbocsátó cédulát vennem, nem kell nekem zarándoklatokra mennem. Elég, hogyha én a lélekben összekötetésbe kerülök az Istennel, és megújulok a hitben. Ez annyira forradalmi volt, hogy Magyarországon, ezt biztos nem tudják, az első híradás a reformációról hogy van, ez egy szép neves hagyományunk. Egy 3x3-as jelentésből van. Úgy látszik, hogy ebben mi mindig nagyobb voltunk. Ez a 3x3-as jelentés az, hogy a bécsi nunciusnak jelentették Sopronba, hogy a kocsmába az emberek Luther tanításáról beszélnek. Miért? Mert ez annyira az élethez tartozó dolog volt. Annyira húsba vágó dolog volt. Hogy az embereknek erről kellett beszélni. És figyeljék meg, hogy az egész 16. században, 1590-re, amikor a Károly Gáspár fordítású Biblia megszületett, Magyarország 90%-a protestáns volt. Mert a mai élet mai kérdésére mai választ tudott adni. Olvassák a 16. századi írókat, mondjuk Szkárosi Horvátot, ugye ismerik még a diákok is, ha ismerik, ugye, a verseit, amiben ott van, az a társadalmi valóság, amiben élnek az emberek. A mai ember mai kérdésére mai választ tud adni a prédikátor. Ezért a kereszténység itt újul meg. És ebből születik egy új organizációs rend. Nem úgy, hogy megalapítják a luteránus egyházat. Luther forogna a sírjába, hogyha azt mondta halálnál, hogy luteránus egyház. Hanem egész egyszerűen visszamennek a forráshoz. Ad fontes, ahogy mondta jó öreg Erasmus. Aki végig katolikus maradt, mégis azt mondta, hogy egy megoldás van, ad fontes a forráshoz. Vissza kell menni. És végig kell gondolni a mai élet mai kérdésére, hogy lehet mai megoldást adni. Nem? Jön a felvilágosodás. Felvilágosodás után induló olyan egyházak, akik ma is vannak, lényegében mindig az ott felvetett kérdésre adnak választ. Az egész egyház történetet így el lehetne mondani. Az érdekesség az, hogyha a régi visszautasítja ezt, akkor is muszáj a réginek is
cserélni valamit. Bűnbocsátó cédula azért nincs most, mert a tizedik zsinat betiltotta. Ők is rájöttek arra, hogy hoppá, ez az út járhatatlan. Egy kicsit késő. És így tovább ezt el lehetne mondani sorba mindegyiknél. Tehát az egyház történetét ebben a modellben lehet megérteni. A mai élet mai kihívására mai választ kell adni. És ebből most biztos megkérdezik, hogy én, mint 21. században élő öreg ember, mit tanácsolnék az egyházaknak, minden egyháznak egyformán. Ha az egyház nem só, akkor két veszély van. Vagy beszorul a sótartóba, és tradicionalista lesz, vagy pedig megizetlenül, és feladja azt, amire Krisztus Urunktól megbízást kapott. És ez a két veszély akkor fenyegeti, ha nem hajlandó változni. Ha nem hajlandó élni a hitét. Éppen ezért ebben a sorozatban, ha megtetszenek nézni, sok minden lesz. Most puskázok a saját tomból. Jövő héten arról fogunk beszélni, hogy vajon az egyháznál mi a baj, ha elvilágiasodik? Ha elegyháziasodik, vagyis elintézményesül? Így is lehetne mondani. Vagy elszektásodik? Ilyen kis bázisközösségre esik szét. Mi a jó ebben, és mi a rossz? Nem árulom el, hogy mi a jó és mi a rossz, mert nem tetszenek eljönni a következőre. De ez egy nagyon izgalmas kérdés, és utána arról beszélünk a harmadik előadáson, hogy Magyarországon tengernyi vallásfelekezet van. Miért? Vajon ez mind-mind reformatív felismerésből jött létre? Biztos, hogy nem. Van egy csomó megélhetési egyház közösség, aminek az a reformáció, hogy hogy lehet az adóhatóságokat kijátszani. Ezt nem mondják, hogy én elárultam, de tudom azt, hogy vannak ilyenek. De minden esetre van egy válság, és ezen a válságban tájékozódni kell. El fogjuk mondani azt, hogy öt csoportra lehet osztani a világ összes vallását. Ezt az öt csoportot se árulom el, hogy mi, de ezt is meg fogjuk tanulni. Aztán itt még arról is fogok beszélni, hogy sokszor mondják azt, hogy ez vagy az a vallás deviáns. Annak idején a luteránusokról is azt mondták, hogy deviáns vallás, aztán az üdvfacseregről is tudom, hogy mondták Svájcban, hogy deviáns vallás, aztán szinte minden vallás felekezetről mondták, hogy deviáns vallás. Mi az, hogy deviáns vallás? Van ilyen? Ha van, akkor ez milyen? Aztán, vajon van egyedül üdvözítő egyház? Vagy mindegy, hogy milyen egyház? Tehát van egy ilyen parttalan ökumené, vagy van egy egyedül üdvözítő egyház? Ezt végig kell nézni, hogy tényleg hogy van ez ezen az alapon. Azután arról fogunk beszélni, amiről csak az arabok kapcsán szoktunk beszélni, pedig van ilyen a kereszténységben is, húj, mennyire is van. Ez a fundamentalizmus veszélye. Mi az, hogy fundamentalizmus? Pozitív dolog ez, vagy negatív? Biztos, hogy negatív, de vajon a fundamentalizmussal szembe? Vajon a fundamentalizmussal szemben? Hogy alakul ki a szektásság? Mert a fundamentalista mindenkit leszektáz, aki mást akar. A szektás vagy mindenkit lefundamentalistáz. Tetszik látni? Aztán utána lesz szó, hogy az egyház a világban, vagy pedig a világ az egyházban. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy a tó az a csónakban van, vagy a csónak van a tavon. Ugye nem mindegy. Befejezésül csak egy dolgot hadd mondjak. Régi-régi kép, hogy az egyházat hasonlítják egy várhoz. A várban vannak katonák. Várat bástyák védik, nagyszerűen felépített tanítások, a falat, a szervezetet, évezredek, bohos köveiből építettük fel,
A várat körülveszik sáncok, ilyen a dogmatikai rendszer sánca, a szervezeti rend sánca, a liturgikus rend sánca, az életmód sánca. De ha a váron nincs kapu, a sáncokon meg nincs híd, akkor lakhatatlan a vár. Tehát kell, hogy legyen rajta kapu, sáncokon meg híd. A várban kétféle katona van. Az elsőféle katona az a várvédő katona. Ott áll a kapuba, és senki idegen be nem enged. Ott áll a bástyán, senkit oda felmászni nem enged. Nagyon hasznos katona. De van egy másféle katona is. Ez a katona lóra ül, kijön a kapun, és portyázik. Ez nem csak új katonákat, hanem élelmet, meg ami kell a várba, ez hordja. És mi van akkor, hogyha egy várnak a kétféle beállítottságú katonái összevesznek, és egymás ellen kezdenek harcolni? Kereszténységben volt sokszor ilyen. Ez a csőd. Ez a csőd. Na, ne ilyen régi romantikus példán. Van egy autója valakinek, van egy gázpedál, meg egy fék minimum benne, nem? Melyiket lehet kidobni? Hát néha a gázra le kell írni, néha meg a fékre, nem? Tehát se vak liberális, se vak konzervatív nem lehet az, aki biztonsággal akar haladni az úton. Tessék ezt végig gondolni az egyházak életében. Az egyház világ nélkül hal a parton. Lehet, hogy nagyon szép egy hal a parton, csak élni nem tud. Mert bennünket az Isten a világba hívott el, nem? Vagy az ősi só példa. Hát hiába van egy nagyon finom görög tengeri só. Jódozott görög tengeri só az asztalon. A sótartónak ez égre nem jön le a teteje, ott az asztalon, és nem tudom beletenni a levesbe. Sótlanul kell megennem, utálatos a sótlan leves, sótlanul kell megennem a leves. Hiába só a só. Ez éppen olyan hiába, mint hogyha ízetlen a só. Nem? Az egyház a világban van a helyén. De én most megkérdezem, és erre nem adok választ. Tessenek ezen gondolkodni egy hétig. Az egyház a világban van a helyén. Vagy mi egyházak helyünkön vagyunk? Ízesítünk? Megízetlenedtünk? Hagyományőrző klubba alakultunk? Mai ember mai kérdése tudunk mai választ adni? Bibliailag is meg tudom fogalmazni Péter második level első fejezet alapján, a Károli fordításban nagyon szép kifejezés, hogy erősek vagytok a jelen való igazságban. A jelen való igazság nem más, mint a mai ember mai kérdésére a mai válasz. Erősek vagyunk? Pusztán vallástudományi szempontból kérdeztem, és mondtam el, amit elmondtam. Én azt remélem, hogy értelmes dolog így is végig gondolni a mi hitünket. Ebből a másik dimenzióból. Mert az emberek így látnak bennünket, ha látnak. Hagyja Isten, hogy lássanak. Köszönöm szépen.